A bontott sertéstermékekre vonatkozó 22%-os adócsökkentés hatására az ágazat fehéredését várják a szakmai szervezetek. A Földművelésügyi Minisztérium az áfa csökkentéssel egy időben bejelentette, kiemelt figyelmet fognak fordítani arra, hogy a kiskereskedők az áraikban is érvényesítsék az adócsökkentést, így a korábbinál olcsóbban kínálják a termékeiket a vásárlóknak. Sertéshús áfája 22%-kal csökkent a boltokba, ennyivel kevesebb áfát kell, 5%-ot kell most már befizetni a sertéshús után. Ez a boltokban nálunk személyesen is érződik, mert emiatt egy jó 200 forintos árcsökkenést értünk el a boltjainkban a sertéshús áfa csökkenése miatt. Az áfa csökkentésnek köszönhetően a sertésből bontott termékek kilónkénti ára a legtöbb esetben 1000 forint alá esett, mondta el Szent Miklósi János. Hozzátette, a jogszabály pontosan meghatározza, mely húsfajtákra vonatkozik az áfa csökkentés. Eddig a félbe, hogyha fél sertésbe vásárolta meg a vevő a sertést húsa, abban az esetben volt 5%-os az áfa, most már bontva is 5%-os lett a sertés húsnak az áfája. Nem érinti viszont a belsőséget, nem érinti a fejet, a körmöt, a tőkehúst érinti, a sertés combot, karajt és a többi részét, bontásból származó többi részét érinti. Szent Miklósi János hozzátette, az áfa csökkentésnek köszönhetően az év első napjaiban nőtt a sertés húsforgalma, hosszabb távon pedig azt várják, hogy kompenzálódjon a piac, és a kisebb hentes üzletek és az áruházláncok közötti verseny jobban kiegyenlítődjön.